és a mi intézményeinknél is, és ahol nem intézményi ellátás van, hanem csak szolgáltatás vagy segélyezés, ott is romlik a helyzet. És azt sem lehet mondani, hogy önöknél javult volna a helyzet, hiszen például 2010-ben egy dolgozónak az átlag, amíg ott 22%-os növelés volt, addig az önök átlag keresete, most egy mindenkinek, meg most sajátokat mondom, hanem az önökért, ott csak 15%-os növekedés történt. Tehát szakadunk le így a magyar átlaghoz képest is, és én is egyetértek azokkal a törekvésekkel, amelyek ma a utcára viszik az embereket, tüntetés, követelés és más formában jelenítik meg a saját érdekeiket. De hogy valami mégis maradjon az ünnepből, én még egyszer idézve az előbbi mondatokat, szeretném önöknek megköszönni az áldozatos munkát, amit végeznek. Végezzék, amit mi tehetünk, azt nyilván meg fogjuk tenni, de nem tudjuk pótolni az országos tendenciát. A térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016-tól az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. 2009 óta lát el térségi feladatokat. Jelenleg Ajkán kívül Halimba és Öcstelepülés házi segítségnyújtás, valamint Ajka, Csebánya, Farkasgyepő, Halimba, Kislő, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Urgut és városi települések család és gyermekjóléti szakmai tevékenységét koordinálja. Azt gondolom, hogy ez a munkám igazi elismerése, és nem csak az enyém, hanem a munkatársaim is, hiszen az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ összes munkatársa nélkül nem állnék most itt. Úgyhogy még egyszer csak köszönni tudom, és mindenkinek, aki segíti a munkánkat, a képviselőtestület, Ajka Város Önkormányzatának polgármestere, Svarc Béla, polgármester úr, dr. Horváth József, alpolgármester úr, Jáger László jegyző úr, mindannyian azt hiszem, hogy a mi intézményünk mellett állnak és segítenek bennünket. Ahogy a polgármester úr is említette, nagyon nehéz most ma a szociális területen dolgozni, hiszen csökkennek a támogatások, de az önkormányzat számára részéről megkapunk mindenféle támogatást, ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon működni, és ehhez azt hiszem, hogy mi is hozzáteszünk a magunkért, gyűjtünk adományokat, és megmozgatjuk azokat az erőforrásokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapjainkban segíteni tudjunk a rászorulókon. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek! Majd te vágod inkább!